A hagyományos röggenekhez viszonyítva sokkal nagyobb tudású eszközt kapott a Nyíregyházi Városi Rendelőintézet fogászati osztálya. Akkor egyik csúcs technológiájának számító 3D-s felvételeken olyan területek is láthatóvá válnak, amelyeket korábban a 2D-s röggeneken nem láthattak a szakemberek. Nagyon sokféle elváltozás van, ami különböző területeket érint, például a mandibulának az elváltozásai, fogbeültetések során például a beültetést végző orvosnak a munkáját megkönnyíti, mert a csontszerkezetnek a vastagságát előzőleg meg tudják mérni, amik esetleg csak műtétek során váltak láthatóvá, tehát sokkal biztonságosabban alkalmazható, mint az eddigiekben, vagy foggyökér kezeléseknél, bölcsességfogaknak az eltávolításánál. Éves szinten 10-12 ezer beteget látnak el itt a nyíregyházi fogröggenben. Ez azt jelenti, hogy napi szinten átlagosan 60 felvételt készítenek a géppel. Azért is ilyen magas ez a szám, mert nem csak a nyíregyházi, hanem a vidéki betegellátás is így történik. Nagyon fontos az, hogy a lehető legkorszerűbb eszközökkel tudjuk ellátni a nyíregyházi betegeket, vagy éppen az ellátottakat, akik fogászati röntgenre szorulnak. Fontos az még kiemelni, hogy itt az egészségügyi alapellátási központban vagyunk, de a röntgen az egy szakellátás. Ez egy nagyon érdekes kombináció a mi esetünkben. Természetesen fogadjuk azokat a betegeket, akiket a házi orvosok beutalnak. Emellett lehetőség van arra, hogy akiket a magánorvosok utalnak be, ő részükre is elvégezzük az ellátást. Nagyon népszerű, már most a kezdeti időszakban is látszik az, hogy megemelkedett a fogadott betegeknek a száma. Az új korszerű betegbehívó rendszer beszerzésével egyszerűbb és könnyebb lesz a betegellátás. Sokszor 10-20-an is sorban állnak a rendelő előtt, amint egy 800 ezer forintos rendszer megoldást nyújt a betegek behívásában. Ezt és a 26 millió forintos röggengépet 100%-os önkormányzati forrásból sikerült megvásárolnia a városnak.